25. alkalommal rendezik meg a Vajdahunyadvári nyári zenei fesztivált. 10 koncert, számtalan műfaj és egy gyönyörű történelmi helyszín. Bálint Gábor szervező és két fellépő a vendégünk, Orosz Zoltán és Borbély Mihály, akik közös koncertet adnak majd, de mi is mutatunk most egy kis zenei ízelítőt a rendezvény sorozatból. Tehát éppen az önök egyik korábbi koncertjéből hallhattunk egy ízelítőt. Nehéz műfajilag behatárolni egyébként, amit csinálnak. Gondolom nem véletlenül adták a koncertnek is a Különös Találkozások címet. Miért pontosan? Hát egyrészt személyeink is különösen találkoztak, hisz nagyon régóta ismerjük egymást, és számos produkcióban játszottunk, de így duó formában mostanában érlelőd meg, hogy ezt már amit 30 éve tervezgetünk, az jöjjön létre, és hát természetesen, ahogy mondta is, a műfajok találkozásáról is szó van, határok nélkül nagyon különös helyekre megyünk minden koncerten, és még magunk is meglepődünk, hogy mennyire nyitottak ezek a határok. Mire készülnek most hétfő este, akkor lesz ugyanis a Vajdahunyadvárban a koncert? Ismét egy különös találkozásra. Gyakorlatilag csak témák, színek és irányok vannak, de konkrét út nincsen. Mivel egy nagyon-nagyon meghatározó döntő része ennek improvizáció, ezért a pillanat, a közönség és a helyszín nagyon-nagyon befolyásolja, hogy éppen milyen irányt vesz az aznap esti koncert. Az argentin tangó, a balkán zenéje, a saját szerzemények, a magyar népdal mind-mind egy teljesen másik szint képvisel, és mégis remények szerint, ahogy ez szokott, egy teljes egész áll ez össze. Hogy lehet egyáltalán egy ennyire improvizatív koncertre próbálni, felkészülni? Hát 30 év próba előzte meg. Mindennyian nagyon-nagyon szeretjük a zenének minden részét, ami hiteles, ami őszinte, ami valóban az érzelmeket olyan szinten fejezik, hogy hangszerszerű is, és a mi személyiségünkkel is egybeesik. Nagyon nagy örömnek és szerencsének tartom, hogy egy ilyen univerzális zenésszel léphetek föl, mint Misi, aki a népzenétől a jazzen át valóban határok nélkül és nagyon nagy nyitottsággal és művészi alázattal közelít a zene felé. Mindig egy élmény, egy ünnep, amikor együtt játszunk. Az, hogy egyáltalán melyik zenei világot mikor és hogy kapcsolják be, az egyeztetve van előre, vagy ilyen meglepetéseket is okoznak menet közben? Hát ahogy szokott ez lenni az improvizató műfajokban, leverjük a cölöpöket, amelyek mentén szeretnénk haladni, aztán ezt persze néha kerülgetjük, és ezt általában a közönség maximum arról veheti észre, hogy nagyon jól érezzük magunkat. A legnagyobb mosolyok akkor születnek, amikor különös tájakra megyünk. Meg ilyen persze, kis belső poénok is vannak ilyenkor ebben? Persze, természetesen. Hát ahogy a klasszikus zene, ahogy itt ugye szó is lesz róla, hogy elsősorban ez egy klasszikus zenei sorozat, és a könnyebb műfajok is bebejöttek a klasszikus zenében is, a történetében nagyon fontos volt az improvizáció, és ennek a, hogy mondjam, divatját és egyáltalán az eszköztárát szeretnénk mi is visszahozni a napjaink zenéjében. Említették is, hogy sokat játszottak már együtt, ha én jól tudom, akkor szabadtéren még nem. Ez egy fontos változás a zenés szempontjából? Így van, hát ráadásul milyen szabadtéren, mert ezért egy meseországba mi most készülünk, egy varázslatos helyszín, ami nagyban inspirálja a zenészt is, és hát a közönséget is nyilván megérinti. Szabadtéren másképp kell játszani, tehát egészen mások az árnyalatok, más dinamikával, más gondolkozásmóddal, mint talán a régi színházakat hozhatnám föl példának, ahol magasított cipővel és erős minkkel játszottak. Nyilván a filmnél egészen más, kifinomultabb rezdüléseket lehet észrevenni, mint a színházban, ahol nagyon nagy tömegeknek, nagy távolságról kellett. Na és a harmonikában mi a magas sarkú cipő és az erős mink megfelelője? A játékmód, tehát nagyon
sokféleképpen lehet megközelíteni egy zenei témát, és alapvetően az ember érzi, hogy egy nagyobb térben mi az, ami életszerű, ami jól működik, ami ott inspirálja az ember saját magát is, és a közönséget is, és ez keletkezik. Ezt nem lehet tudatosan erre úgy készülni, hanem ott történik, hogy mi az, ami az első pillanatban eldől, hogy az az irány lesz a jó. Ha már szóba került Meseország, ami a Vajdahunyadvára, akkor Bálint Gáborhoz fordulok, hogy meséljen egy kicsit erről a helyszínről, aminek ugye olyan részeit is megnyitják most majd a nagy közönség előtt, amit a koncerten kívül egyébként nem közelíthetnek meg. Igen, a románkori kerengőről van szó, amely nem látogatható egyébként a nagy közönség számára. Hát ez az architektúra, az azt hiszem önmagáért beszélt, és itt, ha érvényes az a mondás, hogy az építészet kőbe zárt muzsika, akkor azt hiszem erre az épület együttesre ez nagyon igaz. A zene és az épület az együtt olyan hangulatot teremt, ami mondhatni, hogy teljesen egyedülálló, nem csak itthon, azt hiszem Európában is. Hát persze sokféle műfaj találkozása is adekvát ebből a szempontból is, mert azért eklektika az van a Vajdahunyadvárában. Igen, is. Igen. Az is egy ilyen műfaj találkozás. Igen, és a fesztivál zenei felépítése koncepciója most nagyon jól illeszkedik ehhez az eklektikához. Úgy ért, hogy amikor elindultak, akkor ez még egy sokkal egyértelműbben komoly zenei fesztivál igen, volt? Igen, igen, igen. Évtizedekig a magyar zenei élet reprezentánsai léptek fel a komoly zeneire. Előadók, gyönyörűséges koncertek voltak, de aztán változtak az idők, az igények, és ehhez igazodtunk egy kicsit. Az egy gyönyörűséges koncertek csak lesznek? Hogyne, hát még előttünk áll egy gyönyörű Mozart-est, vagy akár ma este, ha az időjárás engedi, ha nem, akkor ugye mindig az koncert, meghirdetett koncert napját követő napon vannak az esőnapok. Ma egy igazán odaillő szerenádest lesz, ahol Csajkovszki és Dvorzsák szerenádok hangzanak fel, de itt kell megemlíteném azt az igényes, hát műfajilag behatárolhatatlan muzsikát, amit majd még Robi Lakatostól fogunk hallani, Polyák Lillától, vagy talán még ezt a műfajt fogja a koncertsorozat végén a 100 tagú cigányzenekar is megszólaltatni. Tehát rendkívül sok színű lesz ez az összeállítás. Hogyan válogattak? Hát mindig alapigényű, hogy a fellépő művészek egy szintet, semmiképpen nem a commerce és a trendi, ami felé irányulunk. És ez számunkra egy nagyon fontos, hogy egy zenei minőség jelenjen meg minden koncerten.